A vonalban Hiszékeny Dezső, az MSZP, illetve az Egységben Magyarországért közös országgyűlési képviselő jelöltje, és jelenleg MSZP-s országgyűlési képviselő, 13. kerületi alpolgármester. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Bolgár úr! Arról szeretném önt kérdezni, amiről néhány nappal ezelőtt beszélt néhány ellenzéki képviselőtársával, hogy tudnélik, mit ajánl az ellenzék a mindennapokra, hogy hogyan éljünk, hogyan lakjunk, milyen változtatások kellenének, és milyen változtatásokra szánja el magát az új, az ellenzék által remélhetőleg megalakítandó kormány. Milyen családtámogatási rendszert akar, milyen lakástámogatási rendszert a mostanihoz képest. Gondolom nem véletlenül volt ott jobbikos, meg LMP-s képviselőtársával együtt, hiszen a 13. kerület akár minta is lehetne az ellenzék, illetve egy új demokratikus hatpárti kormány számára. Szóval mit tud a 13. kerület, amit tudhatna az egész ország? Igen, tehát ezen a beszélgetésen ellenzéki képviselőtársaimmal lakhatás kérdéséről beszélgettünk elsősorban, és hát arra a megállapításra jutottunk, hogy ma Magyarországon lakhatási válság van. Erre vannak személyes példáim is, de hát a statisztikai adatok is ezt támaszták alá. A személyes példám az, hogy a fogadóórámra bejelentkezőknek a 80%-a az valamilyen lakhatási problémával keres meg. Ugye ez lehet az, hogy hát nincs hol laknia, és hát vannak olyanok, akiknek van ugyan hol lakniuk, de hát annak a minősége az nem megfelelő. Hát aztán vannak a statisztikai számok, amiket ezt támasztják alá, például az, hogy a 18 és 34 év közötti korosztálynak több mint 60%-a az még a szüleivel él együtt. És nyilván ez azt jelenti, hogy nincs elegendő lakás. Az elmúlt 12 évben nagyon-nagyon drámaian kevés lakás épült Magyarországon. Így van. Azok az akciók, amiket a Fidesz indított ennek a lakhatási válságnak a leküzdésére, meggyőződésem szerint nem érte el a célját. Egy nagyon szűk réteg számára volt elérhető, elsősorban azoknak, akik családi összefogással több 10 millió forintot tudtak előteremteni ahhoz, hogy lakást vásároljanak, vagy vállalták azt, hogy 40-50 milliós hitelt vesznek föl, és ezzel saját magukat is röghöz kötik. És kerestük a megoldást erre, és a megoldás az megvan, ez pedig az, hogy 1000 számra kellene építeni bérlakásokat. És itt került a 13. kerület szóba, ahol az elmúlt évtizedekben építettek bérlakásokat, önkormányzati forrásból és önkormányzati bérlakásokat. Ráadásul ők egy olyan módszert találtak ki, egy olyan új irányt, ami a megítélésünk szerint alkalmas lesz arra, hogy az elkövetkezendő években ezt az irányt kövessük mi is. Ez az irány, ez pedig az, hogy olyan környezettudatosan megtervezett épületeket kell építeni. Itt a 13. kerületben egyébként ez egy passzív ház volt, és 2014 óta csak ilyen passzív házakat építenek egyébként az önkormányzat, amelyek megújuló energiaforrásokat használnak, különböző hőszivattyús fűtési rendszereket, aminek a lényege az az, hogy nagyon olcsón üzemeltethetők a lakások, és nagyon energiabarát módon. Tehát kevés energiát használnak fel. Hát itt most két dologról beszéltem, egyrészt, hogy bérlakásokat kellene építeni, másrészt arról, hogy ezek a bérlakások, amelyeket megépítenének, ezek legyenek ilyen módon megtervezett és megépített épületek és mennyire, lakások. Mennyire szándék kérdése ez, és mennyire anyagi erőé, anyagi lehetőségeké? Hát ha arra céloz, Bolgár úr, hogy mennyivel drágább egy ilyen épület megépítése, akkor ez azt jelenti, hogy kb. 15-20%-kal kerül többe, mint egy hagyományos módon megépített épület. De ez nagyon gyorsan megtérül. Ráadásul, hogyha együtt belegondolunk abba, hogy kik fognak beköltözni ezekbe az épületekbe, akkor teljesen világossá válik az, hogy számukra nagyon fontos az, hogy olcsó legyen a lakás üzemeltetése. Magyarul ez úgy hangzik, ugye, hogy kevés legyen a rezsi.
és azt gondolom, hogy ez az igazi rezsicsökkentés, amikor azért kevesebb a rezsi, mert kevesebb energiát használtunk föl. Hogyha egy új kormány az egyik fő célkitűzésévé teszi azt, hogy bérlakásokat építsen, nem csak Budapesten, nem csak néhány kiemelt kerületben, hanem lehetőleg minél több városban országszerte, akkor ön szerint, vagy egyáltalán végig gondolták, valaki kiszámította, hogy mennyi pénzt kellene arra költeni, hogy 2022-től számítva mondjuk 2-3 éven belül elkészüljön, és akkor itt a következő alkérdés, mennyi bérlakás egy évben? Tehát van összeg arra, hogy mennyit kellene erre fordítani, és van célkitűzés, hogy hány bérlakás épüljön? Igen, a célkitűzés az az, az a legegyszerűbben úgy lehet fogalmazni, hogy 1000 szám épüljenek. Az, hogy ez konkrétan mit jelent, azt hiszem, hogy nagyon sok függ attól, hogy milyen a büdzsé, amit át tud venni az egységes ellenzék majd az áprilisi választásokat követően. De az meg elhatározás kérdése, hogy ha ez célként fogalmazódik meg, és ma egyébként a közös programban ez célként jelenik meg, akkor erre elő lehet teremteni azt a évi néhány száz milliárd forintot, amiből több ezer lakás megépíthető. Volt vagy van valamiféle nézeteltérés vagy hangsúlybeli eltolódás például a hat párt között, mondjuk a Jobbik inkább a kisebb településeken erős, az MSZP, vagy mondjuk a Momentum inkább a nagyobb városokban, a DK is feltehetően. Szóval lehet, hogy bizonyos pártok szavazótáborához közelebb áll a bérlakás építés, mint fontos cél, míg más pártoktól esetleg távolabb. Ennek ellenére egyetértenek abban, hogy erre nagy szükség van? Abban, hogy erre nagy szükség van, ebben teljes az egyetértés. Én azt tapasztaltam, bármelyik pártársammal beszéltem, tehát azt mindenki elfogadja, hogy ez egy közös cél lehet, sőt, közös célnak kell lennie, és nyilván majd akkor, amikor arra konkrétan lehetőség nyílik, hogy ez megvalósuljon, akkor annak a formáját az közösen ki lehet találni. Én ma azt gondolom, hogy ez az önkormányzatok együttműködésével lehetséges, hiszen annyi tapasztalatunk van, hogy ha megépül ez a több ezer lakás, nyilván ennek a működtetését államilag nem lehet megoldani. De az önkormányzatok segítségével ez igen, ez megoldható. Nekik kell majd üzemeltetni ezeket a megépült épületeket. Ezek szerint ez a 13. kerületi jó példa, ebből a szempontból is példaként szolgálhat, hogy nem egyszerűen kormányelhatározásról, nem egyszerűen az állami büdzsé egy részének erre fordításáról szól a dolog, hanem az önkormányzatokkal együttműködve kell csinálni, most meg felülről vesznek el, vagy néha esetleg jó esetben adnak valamit az önkormányzatnak, és ezzel a kormány elintézi a maga dolgát, az önkormányzat az hajtsa végre, amit fölülről elmondanak neki. Itt a közös elhatározás az az, hogy együtt kell működni az önkormányzatokkal. Ez a program, ez velük együtt valósítható meg. Az önkormányzatok azok, akik el tudják dönteni, hogy kik azok, akik erre a lakásformára rászorulnak, kik azok, akik igénybe tudják ezt venni, és ha kell, akkor lakhatási támogatással tudják segíteni azokat, akik beköltözhetnek egy ilyen épületbe, de erre rászorulnak. Tehát ez az önkormányzatokkal együtt megvalósítható program. Köszönöm szépen Hiszékeny Dezső, MSZP-s országgyűlési képviselőnek, aki az Egységben Magyarországért közös képviselőjelöltje a 13. kerületben. Viszont hallásra! Viszont hallásra, jó egészséget! Önnek is!